A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit június 25-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy kivételes kiállításra kalózolom elnöket Kápolnásnyéken, majd ellátogatunk a Gárdonyi Géza emlékülésre. Ezt követően bemutatjuk Bakonyi István új kötetét, végül pedig következik egy beszélgetés Dobri Dániellel, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar kortárs művészeti vezetőjével. Tartsanak velünk! Kápolnásnyéken a Halász Gedeon eseményközpontban nyílt meg Kepenyes Pál életmű kiállítása. A Napfény szerelmese című tárlaton a magyar-mexikói alkotó különleges műveit csodálhatta meg a szobrászat barátai. Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Halász Gedeon eseményközpontjában rendezték meg a világszerte ismert és elismert Kepenyes Pál Kossuth-díjas szobrászművész a Napfény szerelmese című kiállításának megnyitóját. Miklós Erika a Magyar Szent István renddel kitüntetett Kossuth-díjas operaénekes és a rendkívüli tehetséggel megáldott Balogh fivérek műsorát követően a házigazda Simon László köszöntötte a vendégeket. A Kápolnásnyéki Művészeti Centrumunknak olyan gazdag a programkínálata, hogy a Halász kastélyba, illetve a többi kiállító helyre már nem tudtuk bezsúfolni Kepenyes Pál nagyszerű kiállítását. Ezért döntöttünk úgy, hogy új világítással felszerelve magát az eseményközpontot is egy kiállító térre alakítjuk át. Ebben a nagyszerű épületben látható a Kossuth-díjas, már köztünk nem levő Kepenyes Pálnak a kiállítása. Kondorosról egészen mexikói jutott, az egész világot beutazta, végigdolgozta, nagyon sokat fejlődött, és óriási nagy hatással volt rá az a fajta vizuális kultúra, amely a közép-amerikai népeké megfűszerezve az indián hagyományokkal, őslakosoknak a kultúrájával, a betelepülő, bevándorló keresztény spanyoloknak a vizuális kultúrájával. Ebből alakult ki aztán a sajátos kepenyesi világkép, amelynek a bronz szobrai most már sokadik alkalommal láthatóak Magyarországon, legutóbb egyébként Szekszárdon nyílt belőle kiállítás. Ennek a vándorkiállításnak az a cél, hogy erre az életre ráirányítsa a figyelmet, megmutassa azt, hogy Kondorostól egészen Mexikóig milyen fantasztikus utat tudott bejárni egy alkotó, és azt, hogy mennyire máshogyan is lehet gondolkodni képzőművészetről, szobrászatról, mint ahogy azt az európai klasszikus iskolák számunkra megmutatják, egy attól gyökeresen eltérő új világot is lehet teremteni, aminek az érvényességéről nyilvánvalóan vitatkozhatnak a művészettörténészek, ám a realitásáról, hogy itt van és vitára ösztönöz, arról nem érdemes különösebben polemizálnunk. Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum főigazgatója megnyitó gondolataiban elénk tárta Kepenyes Pál az egyetemes képzőművészet kiválóságának életét. Kiemelte, hogy a szobrászat Picasso-ja az 1956-os forradalmat követően életművét nem hazájában teljesíthette ki, hanem egy távoli kontinensen, Mexikóban, egy másik kulturális közegben, ahol kivételes megbecsülésnek örvendett. A maga sajátos forma nyelvén új utakat, új irányzatokat és formákat keresett, mivel mindig is vonzotta az autonóm alkotói munka. Kepenyes Pál sokáig ismeretlen volt a számunkra, mert a legtöbb alkotását messze Mexikóban készítette el, és az erőssége az, hogy az ősi indián kultúrát az ősi magyar kultúrával ötvözte, és ezek a szobrok, ezek a tárgyak abban is megelőzték a korát, hogy interaktívak,
tehát mozgatni kell őket, alkotótársnak hív minket, hogy mi is álljunk meg mellettük, nézzük meg, nyúljunk hozzájuk, próbáljunk rajtuk változtatni, hiszen az életben semmi sem állandó, minden változásban van, minden egyszer elkezdődik, aztán befejeződik. Tehát ezek olyan műalkotások, amelyek nagyon modernek, de nagyon ősiek, az idő kérdését feszegetik, a teremtés, az alkotás, az újraalkotás kérdésével foglalkoznak. A köszöntőket követően Megyeri János, a tárlat kurátor egy rendhagyó találkozásra invitálta meg a megjelenteket, és úgy fogalmazott, hogy bár Kepenyes Pál művei durván megmunkált fémekből készültek, de mégis átjárja a lelkünket a fény, amellyel üzenni akart nekünk. Gárdonyi Géza emlékülést rendeztek a Vörösmarty könyvtárban, a találkozó különlegessége, hogy tiszteletét tette az író dédunokája, Keller Péter is. Gárdonyi Géza emlékülést rendeztek a Vörösmarty könyvtár olvasó termében. A találkozón az Agárpusztán született kivételesen tehetséges író a 19.-20. századforduló magyar irodalmának népszerűségében máig kiemelkedő alakjának életét, munkásságát idézték meg, aki korának sajátos figurája, egyik irodalmi körhöz sem sorolható tagja volt. Keller Péter Gárdonyi dédunokájaként ápolja Gárdonyi emlékét, olyannyira, hogy tavaly tulajdonképpen havonta Gárdonyi emlékesteket szerveztek országszerte, és a Magyar Irodalom Történeti Társaság egyik közgyűlésén fordult hozzám, még akkori főtitkárként, hogy Székesfehérvár is megérdemelne egy Gárdonyi emlékestet, egy Gárdonyi emlékülést, és éppen Keller Péter dédunok a kezdeményezésére jön létre ez a mai rendezvény, ez a mai Gárdonyi est, és valóban Gárdonyi prózája, regényírói múltja, realizmusa, történeti valósága mai napig nagyon élénken él az emberek emlékezetében, nagyon népszerű író, nem csak az Egri csillagok, hanem egyéb prózai alkotásai is, és éppen ezért Keller Péter az első regényét fogja Gárdonyinak bemutatni, ami ő rendezett sajtó alá, és még olyan irodalomtörténészeket hívtunk, akik kifejezetten Gárdonyi kutatók, gondolom itt Kovács Gáborra, aki egy nagy Gárdonyi monográfiát írt nemrég Gárdonyi prózájáról, vagy akár Mátyus Norbertre, akit azért hívtam meg, mert Dante kutatóként Gárdonyinak a Dante fordításaival is foglalkozik. Én pedig tulajdonképpen helytörténetileg fogok kapcsolódni ehhez a Gárdonyi emlékesthez. Gárdonyi Géza szonett tehát találtam György Oszkárnak a hagyatékában. Ugye feldolgoztam György Oszkár kiadatlan verseit, sajtó alá rendeztem, és ebben a 140 verset tartalmazó kiadatlan György Oszkár hagyatékban találtam szonetteket költőelődökhöz, és többek között Gárdonyi Géza emlékére is írt egy szonettet, ami kéziratban volt, és 2016-ban sok más verssel együtt én rendeztem sajtó alá Gárdonyi, Vajda és Vörösmarty szonetteket, többek között, és erről a Gárdonyi szonetről is lesz szó ezen az emlékülésen. Bakonyi Istvánnak, József Attila díjas irodalomtörténészként is sokat jelent Gárdonyi Géza munkássága, és fontos pillanat, hogy ilyen formában és méltó módon köszönhetik az író egyedülálló életművét. Azt hiszem, hogy nem kell hangsúlyoznom különösképpen, hogy Gárdonyi Géza mit jelent a magyar irodalom, a magyar kultúra szempontjából, és persze Agárd és Székesfehérvár is kötelezőnek érzi, hogy emlékezzünk arra az íróra, aki ugye Agárdon látta meg a napvilágot annak idején, bár hozzátesszük, hogy az egész életmű azért nem ehhez a szürke fazhoz kötődik. És úgy emlékszem, hogy bizony Fehérváron mostában nem rendeztük még Gárdonyi Gézára emlékező ülést, úgyhogy annak is örülök, hogy Sövők Merindával sikerült mindezt megszerveznünk, és itt olyan előadók lesznek, akik szakértői ennek az életműnek, és azt gondolom, hogy új szempontokat tudnak megmutatni abból, amiről oly sokat tud már az olvasó közönség. Az emlékülést megtisztelte jelenlétével Keller Péter, az író dédunokája is, aki a család nevében teljesíti misszióját a legenda megismeréséhez. A család számára egy öröm. Egy öröm az az alkalom, minden olyan alkalom, amikor a dédapámról szó esik. És ez a mai emlékülés, ez különösen is fontos az én olvasatomban, mert azért ezt kevesen tudják, hogy Gárdonyi Géza Székesfehérváron is élt.
lehet, hogy csak egy rövid ideig, legalábbis ez életrajz azt mondja, de azért Székesfehérvári is volt, és jó olyan településekre visszajárni, amelyek, hát úgy mondom, gárdonyi települések, és így Székesfehérvárra is jó volt jönni. Nagyon fontos számunkra a jelenben, és nem csak az egri csillagok okán, hiszen meg annyi olyan regénye van, és az a 60 kötet, amit 1930-as években kiadtak, és ez bizonyítja. Én azt mondom, hogy hogyan kell gondozni ma, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy változtak az idők, egy valami nem változott, az a csoda, amit kaptunk tőle. Ugye én a család részéről tudom mondani, hogy mi a családnak a feladata. Ja, volt egy olyan ős, akit hát az ember tisztel, becsül és szeret, és az ő általa megalkotott életmű szabja meg tulajdonképpen azokat a kereteket, amiben a család működik, és próbálja azokat az üzeneteket továbbítani a hallgatóság, az olvasóközönség felé, amelyeket én azt hiszem, hogy igazán azok érzik, akik lélekben nagyon közel állnak hozzá. És így a családot ezen az alapon nem csak mondjuk a vérségi leszármazottakra vonatkoztatom mindazokra, akik azzal a szellemiséggel együtt élnek, amit hát azt mondom, hogy helyre kell állítani, mert abban önnek teljesen igaza van, hogy azért itt voltak az 50-es évektől kezdve olyan akciók, amelyek hát ma már dokumentáltak és kimutathatók, amelyek pontosan éppen azt a szellemiséget próbálták meg egy kicsit megzavarni, amely dédapám üzenete volt, és amelyet teljesen világosan és egyértelműen láttak az ő kortársai, akik tényleg olyan alapokon mondtak véleményt ő róla, amelyek személyes élményre épültek. A fennkölt gondolkodású ember szerető bölcselő író, a magyar irodalom egyik klasszikusa, aki ránk hagyta az egri csillagok mellett az Igda regényét, a láthatatlan ember az Isten rabjai regényei mellett mindazt, ami a ma világában is hitelesen mutatja be a múltat. Áradó versbeszéd címmel jelent meg Bakony István új kötete, amelyben a József Attila díjas irodalomtörténész a felvidéki Balázs F. Attila irodalmi munkásságát elemezte. Az est vendége volt a felvidéki szerző, illetve El Simon László költő is. Jó nyakkendője, Casanova átváltozásai, a Rács két oldala, és ez csak három kötet Balázs F. Attila életművéből, amely az alapja Bakonyi István, a költőíró, műfordító munkásságát elemző Áradó versbeszéd című most megjelent kötetének. A Szénatéri Könyvtárban megrendezett esten az irodalom barátai ezúttal személyesen is megismerhették a felvidékről érkezett irodalmár sokszínű munkásságát. Három évtizeddel ezelőtt, mikor elkezdtem a könyvet írni Tamás Mennyér költészetéről, aztán ezt folytattam más kis monográfiákkal, Bence Lajossal például, vagy éppen a hazánkban élő, de ugyanakkor külhoni származású írókkal és költőkkel is foglalkoztam, ide sorolom többek között azt hiszem Janku Laurát is, akinek a költészete ebben a sorban sorolható. És hát ide sorolható Balázs F. Attila is, aki ugye erdélyi származású és felvidéken is élt, Magyarországon élő kiváló költő. Szóval érdemes figyelnünk, én azt hiszem, azokra a jelenlegi országhatárunkon túlélő, vagy onnan származó irodalmi alkotókra, akik meghatározók a mai magyar irodalom, az egységes, egyetemes magyar irodalom szempontjából. Arról nem is szólva, hogy Balázs F. Attila nagyon sokat tesz a testvérnépek költészetének megismertetésére, hiszen műfordítóként is nagyon jelentős az életműve, és arról is szólhatnánk, és szólunk is, hogy szerte a világban ismertek a műve, hiszen költőfesztiválok állandó résztvevője, műfordítás tevékenység is nagyon jelentős a saját művein keresztül, és én azt hiszem, hogy a saját lírája és prózája is, hiszen van prózakötete is, mindenképpen a mai modern magyar irodalom része, és nagyon sokrétű ez a hang, mert akár a beat költők hatásai, az avantgárd hatása épp úgy jelen vannak benne, mint a tradicionális magyar költészet értékrendje. A hangulatos diskurzusban El Simon László kiemelte, bár a hazai irodalmi kánonban még kevéssé ismert az erdélyi gyökerekkel rendelkező jelenleg a felvidéken élő irodalmár, de a székesfehérvárihoz hasonló találkozók bizonyosan megerősítik az olvasókat is.
Bakonyi István, Székesfehérváron élő irodalomtörténész kritikus komoly érdeme az, hogy olyan írókkal, költőkkel foglalkozik most már évtizedek óta következetesen, akik nincsenek benne az irodalmi kánonnak a fő sodrában. Tehát akikre valamiért kevesebb figyelem jutott, akikkel kevésbé törődnek, miközben egyébként az életpályájuk vagy az életművük figyelemre méltó. Hozzá kell tennem, hogy azért ennek megvannak a történet előzményei, hiszen Bakonyi István olyan nagyszerű íróknak a munkásságát is már részben vagy egészében feldolgozta, akik egyébként végül is elfoglalhatják méltóhelyeket a magyar irodalom történetben, Németh Lászlótól Csóri Sándorig, sok mindenkire utalhatnék, akikkel ő foglalkozott a pályájára, és akiknek behatóan ismeri a munkásságát. Most ebbe a sorba illeszkedik egy olyan szerző, Balázs F. Attila, aki talán kevésbé ismer a székesfehérvári közönség, meg egyáltalán az irodalmi szakmán kívüli közönség, pedig rendkívül termékeny szerzőről van szó, nem csak költőként, prózaíróként, hanem műfordítóként is. Sőt, talán azt lehet mondani, hogy kifejezetten műfordítóként jelentős életművel rendelkezik. Több mint 500 műfordítás kötete jelent meg, és hogyha ez hozzászámik az antológiákat, egyéb más kiadványokat, akkor itt terjedelmét tekintve is egy nagyon súlyos életmű az, amely elénk tornyosul. Bakonyi István arra tesz kísérletet, hogy közérthető nyelven, olvasmányosan megközelítse ezt az életművet és az életutat is. Azért mondom, hogy az életművet is, meg az életutat is, mert nem csak magukról a megjelent könyvekről, művekről ír, hanem minduntalan életrajzi motivumok is előbukkannak a kötetből, illetve a konkrét könyvek elemzésén túl a könyv egy beszélgetéssel zárul, ahol kifejezetten a Balázs F. Attila műfordítói tevékenységére fókuszálnak. Balázs F. Attila, aki meg annyi elismeréssel büszkélkedhet, többek között az Európai Tudományos Művészeti és Irodalmi Akadémia költészeti díját is átvehette, nagyon sokat tett szerte ágazó irodalmi munkásságával azért, hogy a Kárpát-medence magyar nyelvű irodalmának gyökerei eljussanak az olvasókhoz. Örömmel fogadtam ezt a meghívást. Én a legkisebb közönséget is megbecsülöm, mert azok, akik elmennek egy író-olvasó találkozóra vagy irodalmi rendezvényre, azok megérdemlik azt, hogy az írók megbecsüljék ezt a gesztust. Erdélyből Felvidékre és a világba, illetve hát otthonról haza, ha úgy tetszik, az mit jelent az ön számára alkotói szemszögből? Nyilvánvaló, hogy bárhol él az ember, a helynek is van hatása a személyiség fejlődésére, de én valahogy úgy éltem ezt meg, hogy Erdély, Felvidék, Magyarország, a bátyám az Vajdaságban él, hogy tulajdonképpen úgy belakjuk a régi Nagy Magyarországot. A beszélgetés hangsúlyos elemei a magyarságtudat irodalmi eszménye, a magvas gondolatokkal átszőtt jövőkép minden esetre átfogó és elgondolkodtató alapvetésekkel ajándékozta meg az est résztvevőit. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar kortárs művészeti vezetője hazánk, sőt bátran kimondhatjuk, ma már Európa egyik leginkább sokra hivatott tagja a kortárs klasszikus zene szerzői között. Most nézzünk meg egy beszélgetést, amelyben egy kivételes jövőképet tár elénk. A mai beszélgetésben a vendégem természetesen Dobri Dániel, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar kortárs művészeti vezetője, de nagyon sok mindenről kell, hogy szó essék, sikerről, jövőképről, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy nem ülsz egy helyben, itt Székesfehérváron, hanem tulajdonképpen a kortárs zenei élet valamennyi szegmensét birtokolod Fehérváron kívül is, és ez így van rendjén. Kezdjük talán a sikerrel. Én azt hiszem, hogy minden siker megerősít, jelent, de ha valaki egy olyan darabot komponál, ami elnyeri a világ tetszését, ha úgy tetszik, akkor az mindennél többet ad. Remélem, hogy ez tényleg így van, vagy legalábbis fontosak a sikerek. Most nekem tényleg kijutott egy pár szakmai siker, most az elmúlt időszakban, ezek közül a leg
legfontosabb vagy legjelentősebb az, amire te is céloztál. Ez egy amerikai zeneszerzőverseny volt, egy washingtoni zeneszerzőverseny, az Art Music Society nevű kamarazenei társulásnak a versenye, amire nagyon sokan pályáztak, majdnem 170-en, 21 néhány országból, már nem emlékszem a pontos számokra, és az én darabomat választották ki, hogy bemutatják a jövő évadba klasszikus kamarazenei művek mellett, játsszák az én States of Matter című darabomat is, valamint a darabnak a kottáját kiadják és terjesztik az Egyesült Államokban, és lemezre is veszik, tehát felvétel is készül be. Fontos kérdés, hogy mi volt az indítatás, hiszen azt tudjuk, legalábbis a klasszikus zenebarátok, hogy a kortáj zene megjelenésével itt Székesfehérváron azért nagyon sokat nyert a klasszikus zenebarát közösség, és tulajdonképpen neked köszönhető, hogy a kortárs zene, a beszélgetős zenés műsorok is egyre népszerűbb. Ezt nagyon örülök, hogy így látod, hogy ezzel sokat nyert a város. Én is azt gondolom, hogy ezzel egy olyan új szemléletet, meg új irányt nyert a fehérvári közönség, vagy a fehérvári közösség, mert ez a város, ez, én mindig azt mondom, hogy igazából egy közösségként működik, és mi is közösséget szeretnénk építeni itt a zenekaron belül is, a kortárs koncertjénkkel is, ami tényleg egy újdonság, mert azért nem jellemző, valljuk be őszintén ma Magyarországon, még Budapesten sem, de hát ez végképp nem, hogy egy vidéki városnak egy vidéki város egy kortárs zenei központ legyen, egy kortárs zenei bázis legyen. Talán utoljára ilyen a 80-as években volt Miskolcon, de hát csak éppen, hogy csak néhány évig, tehát ennél már szerintem egy jobban rövidebb ideig, mint amióta mi most már itt dolgozunk ezen Székesfehérváron, és hát a nagyvárosokban sem mindennapi ez, hát Budapesten is a BMC, a Budapest Music Center egy ilyen kortárs zenei központ, de most már büszkén állíthatom, hogy sokszor nézőszámban, közönségszámban felülmúljuk a budapesti példaképeinket, vagy kollégáinkat. Én magam is ezt tapasztalom, annál is inkább, hiszen most már megértük azt, hogy egyre több neves kortárs zeneszerző látogat el. Tehát nem vagy egyedül, ha úgy tetszik, és a zenekar sincs egyedül ezzel, hanem olyan művek csendülnek fel, amelyek a kortárs zene mai apostolainak művei. Hát ez a legfontosabb, amit most mondasz, szerintem is, és akkor most itt meg is ragadnám a szót, hogy egy röviden meséljek a következő kortárs zenei évadunkról, mert a következő évadban, a Kérdezz a zeneszerzőt koncert sorozatunkban 5 különböző hangversenyen fogunk vendégül látni magyar zeneszerzőket a nagyon-nagyon különböző generációkból, tehát a legfiatalabb generációkból, a 20 éves, most frissen végzett, nemzetközileg is jegyzett fiatal szerzőktől az igazi nagy idős, Kossuth-díjas nagy mesterekig. Összesen, ha minden jól megy, akkor több mint 20 zeneszerző fog érkezni hozzánk, és több mint 20 mai magyar zeneszerzőnek a műveit mutatjuk be jövőre Székesfehérvárra, mivel sikerült egy együttműködési megállapodást kötnünk és egy pályázatot elnyernünk az Artisius szerzői, magyar szerzői jogvédő irodánál, úgyhogy ez egy közös, mondjuk úgy, egy fesztivál, egy közös egész éves kortárs zenei seregszemle lesz majd itt Székesfehérváron. Én nagyon-nagyon izgatott vagyok ettől. Mindegyik koncerthez, mindegyik zeneszerzőhöz beszélgetéseket, podcastokat, kerekasztal beszélgetéseket is fogunk csatolni, és ezzel az a célunk, hogy a fehérvári közönség, valamint hát egyre többen jönnek Fehérváron kívülről is, Budapestről is, az ország különböző pontjairól, tehát hogy a közönségünk az választhasson, tehát tényleg mint egy bombonban a különböző ízű bombonok közül kiválaszthasson, hogy melyik irányzat, melyik szerző tetszik neki a mai kortárs zenei irányzatok közül, kivel tud azonosulni, ki az, akit kevésbé szeret, tehát nagyon-nagyon diverz és széles merítést szeretnénk mutatni. Tehát ez tulajdonképpen már az évadnyitónak egy része,
hiszen most volt az évadnyitó, a közös évadnyitó. Egyébként ez is különleges Székesfehérvárban, hogy a kulturális intézmények valamennyi képviselője ott volt most a Vörösmarty Színházban, és nyilván a szimfonikus zenekar évadáról majd Ruf Tamás beszámol, viszont egy nagyon érdekes darab lesz a Vörösmarty Színházban Bagó Bertalan előadásában, illetve rendezésében, amelyhez nagyon fontos szerep jut neked is. Így van, én nagyon hiszek az együttműködésekben, a különböző intézmények közti, meg országok közti, meg műfajok közti együttműködésekben, és lesz egy nagyon különleges együttműködésünk a Vörösmarty Színház, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem között, mivel én majd most szeptembertől, most, hogy lassan már befejezem, ha minden jól megy, azért lekopogom a doktorimat, elkezdek tanítani szeptembertől a Zeneakadémia zeneszerzés szakán alkalmazott zeneszerzést, egyelőre a mesterképzéses hallgatóknak, és abban állapodtunk meg, vagy azt találtuk ki Fekete Gyula tanszékvezetővel, aki egy nagyon jeles magyar zeneszerző, hát több darabját is ismerheti most már az elmúlt évekből a fehérvári közönség, és az én tanárom is volt a Zeneakadémián. Szóval Fekete Gyulával azt találtuk ki, hogy úgy vesszük fel most már a mesterképzéses hallgatókat, hogy figyelembe vesszük azt is, hogy lesz egy olyan gyakorlati tárgy, ami a kortárs zenés színházra épül, és ezt fogom én tanítani, mégpedig Bagó Bertalannak Viripájev részegek című drámájának a rendezésén keresztül, amihez ezek a hallgatók fogják majd írni a zenét, és az Alba Régia pedig élőben közre fog működni. Ez rendkívüli kihívás mindenképpen, hiszen egyébként azt nagyon is jöttük, hogy régi barátság fűz Bagó Bercihez. Így van, ez egy ilyen, most úgy érzem, hogy ezzel majd körbeér egy nagy kör, hiszen nincs még egy olyan ember a világon, akitől én annyit tanultam színházról, színpadról, dramaturgiáról, mint Bagó Bertalantól, hiszen én zalaegerszegi származású vagyok, Zalaegerszegen nőttem fel, és az én gyerekkoromban ő volt ott a színháznak a művészeti vezetője, és nagyon-nagyon szerettem az előadásait. Nekem volt egy kis jazzzenekarom akkoriban Zalaegerszegen, és hát sokat sündörögtünk ott a színház környékén, és előbb-utóbb kisebb, először gitáros, aztán kisebb hangszerelői, zeneszerzői munkák is megtaláltak ott Berci és a kollégái révén, és így kerültem én Székesfehérvárra is. Igen, valójában. Igen, hát Nagy Petinek sokat köszönhetünk ebben az értelemben mindenképpen, így Bagó van. Bercinek nem különben. Nagy Peti is, ő akkor volt pályakezdő színész Zalaegerszegen, vele is akkor barátkoztunk össze, Kricsár Kamillal, aki szintén azóta itt van Székesfehérváron. Szóval egy nagyon-nagyon jó társaság volt az én gyerekkoromban ebben a színházi közegben Fehérváron, akik a mai nap, vagy Zalaegerszegen, akik a mai nap pedig itt vannak Székesfehérváron. Úgyhogy én nagyon sokat tanultam Bercitől, meg nagyon sokat tanultam Fekete Gyulától a Zeneakadémián, és nagyon jó, hogy most ezeket a szálakat majd össze lehet kötni, össze tudjuk kötni, és már én adhatom át azt a tudást, amit tőlük megkaptam a következő generációhoz. Hogy keretbe zárjuk a történetet, ugye Amerikával kezdtük, és most utazzunk valahova délre, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy komoly szálak fűznek Olaszországhoz, stb. Van olyan terved, hogy idén is visszatérsz, hiszen rendkívüli sikereket arattatok Róma környékén is. Abszolút, ősszel, most már szinte biztos, de még nem merem pontosan kimondani, mert az időpontot még nem tudom, de megyünk az Alba Régia Szimfonikus Zenekarral Rómába egy kortárs magyar műsort játszani. Szóval lesz egy római útunk most a zenekarral, és hát nekem is lesz még ezen kívül egy római zenekarral is egy bemutatom még az ősz során, úgyhogy ez most egy ilyen eléggé mászkálós ősz lesz nekem. Na, mit kívánjunk neked, Dani? Hát szerintem azt, hogy folytassuk ezt itt közösen, amit elkezdtünk, és jussunk minél magasabbra, szépen lépésről lépésre ebben az egészben itt közösen.
Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.